Elsősorban a fiatalokat szerette volna megszólítani a Palmetta Alkotó Műhely a hétvégén rendezett pályaválasztási tanácsadó programmal. A rendezvényen több előadó több szemszögből próbált rávilágítani a pályaválasztáskor felmerülő problémákra és ezek megoldására. A legeslegfontosabb dolog az, hogy tudja, hogy saját maga mit vár a választásától. Mi az, amit szeretne, hogy teljesítsen, hogy az a választás mitől lesz majd jó, mikor akarja, hogy jó legyen, hát és igen, hogy mit vár tőle. Azt nem kell gondolni, hogy akár melyik pillanatban, akár egy fiatal számára, amit most választ magának pályát, az életre való döntés. Ez a mai világban már nem így van. Nagyon sokszor kell újra választanunk, újra tervezni, újra kitalálni magunkat, tehát ez nehéz is, de mondjuk azt is mondhatom, hogy ettől egy picit kisebb a teher. Tehát azt kell tudni, hogy most, ebben a pillanatban, ettől a pályaválasztástól én mit várok. Nagyon sokat változott a világ, tehát ma már pályát azt a legritkább esetben választ egy fiatal egy teljes életre. Tehát ez az egyik, amit érdemes figyelembe venni, hogy valami olyan tudást szerezzen, ami megalapozhatja a jövőjét, és ami abba az irányba tereli őt, amit szívesen tud csinálni. Én szerintem, hogyha szívesen csináljuk azt, amit csinálunk, akkor az nem csak a fiatalnak jó, hanem az egész környezetének, az egész társadalomnak. Úgyhogy szerintem az a legfontosabb, hogy ezt meg tudja találni az, aki most éppen pályát választ. Nagyon nehéz terület a pályaválasztás a fiatalok számára, akkor kell dönteni, amikor még nem érettek erre a feladatra, és egy mai nap arról szól, hogy néhány módszert bemutassunk, hogy miben tudunk segíteni. Grafológiát az íráselemzésen keresztül személyiségképet tud föltárni. Föl tudjuk tárni azokat a rejtett tulajdonságokat, amivel esetleg az érintett sincs tisztában, meg tudjuk mondani azokat a területeket, amik garantáltan nem neki való irányok. Tehát a személyiségének, a mentalitásának, beállítódásának biztos, hogy nem felel meg. Tehát már egy irányt tudunk mutatni. Tehát ne egy bekötött szemmel, mondjuk egy labirintusba tapogatózva keressen pályát valaki, hanem célirányosan képességeit, tehetségét és a saját beállítódását is figyelembe véve tudja jól dönteni.